Elkezdjük a nyílt napi programunkat, mert szigorú menetrend szerint haladunk. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, Gaspari Gábor vagyok, a Szavária Campus iroda munkatársa, és külön köszöntöm körünkben megjelent Lenkai Nórát, az ELTE rektori biztosát, és dr. Lennert Tibort, a Berzsén Dániel Pedagógus Képző Központ igazgatóját. Mielőtt nekivágunk a részletes program ismertetésének és az előadásoknak, én nagy tisztelettel és szeretettel felkérem Lenkai Nórát, hogy a rektor úr nevében, rektori biztosként nyissa meg a nyílt napot és köszöntsön benneteket. Kedves leendő ELTE-s hallgatóink, akik jelen vannak és akik az online térbe csatlakoznak, én nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szavári Egyetemi Központjában. Az elkövetkezendő órákban kollégáim meg fogják mutatni Önöknek a kampuszt, be fognak Önöknek számolni a hallgatók arról, hogy milyen jó ELTE-sekes hallgatónak lenni, meg tudják tekinteni intézményünket, kollégiumainkat, szakkollégiumunkat, be tudnak tekinteni a kulisszák mögé, a szakterületeket, meg tudják nézni, a tanszékvezetők, oktatóink meg fogják Önöknek mutatni, hogy milyen élet folyik a tanszékeken, milyen tudományos munkába tudnak becsatlakozni. Én nagyon bízom benne, hogy úgy mennek el innét, hogy februárban hozzák fogják beadni jelentkezési lapjukat, és hogyha még bármilyen kérdésük felmerül az elkövetkezendőkben, akkor bármelyik social vagy honlapunkon fel tudják tenni ezeket a kérdéseket. Január 26-án tartunk még egy nyílt napot, oda is visszavárjuk Önöket, és várjuk azokat is, akik most nem tudtak eljönni, mert ugye a mai rendezvényük regisztrációhoz kötött volt. Újra egy regisztrációs felületet fogunk majd nyitni az elkövetkezendő nyílt napra. Még egy programra szeretném felhívni a figyelmüket, ez a seg.elte.hu weblapunkon olvasható. Ez az ELTE online elnevezésű, ELTE percek elnevezésű programsorozatunk. Itt oktatóink minden pénteken érettségi tárgyakra való felkészítést fognak Önöknek tartani. Online lehet becsatlakozni a programba, úgyhogy aki ma még bármit, akinek még bármi kérdése van, vagy szeretne még jobban betekinteni az oktatók munkájába, ezt nyugodtan keresse fel péntek délutánonként honlapunkat, és csatlakozzon be Teams-en ezekbe az előadásokba. Én nem is szeretném tovább szaporítani a szót, hanem átadnám kollégáimnak, akik most fognak beszélni az elkövetkezendő 40 percből, ők mind itt végeztek nálunk szombatén, és hogy nagyon hitelesen fogják előadni mondani valójukat, és én azt szeretném Önöknek mondani, hogy higgyék el, hogy sekesnek lenni jó, de én azt gondolom, hogy ebben a napban, a nap végén úgy mennek el tőlünk, hogy ezt Önök is meg fogják tapasztalni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és jó szórakozást, és még egy dolog, a nyereményjátékhoz nagyon sok sikert kívánok. Bizonyára mindannyian kaptatok, bocsánat, én vagyok az idősebb, azt gondolom legalábbis, nem mindenkinél, de kitőlem elnézést kérlek. Maradjuk a tegeződésnél, mert így a hallgatókkal is sokkal könnyebb, ha megengeditek. Ugye mindannyian kaptatok programfüzetet és gyönyörű új szórólapot, ami annyira friss, hogy ma reggel jött ki a nyomdából. A programfüzet szerint fogunk haladni, tehát most 45 percben egy általános szakbemutatót fogok tartani. Utána Németh Péter kollégám, a tanulmányhivatal munkatársa fogja felhívni a figyelmet a jelentkezés sajátos feltételeire, pontszámítási módszerek, érdekességek. Majd Márkus Attila kollégánk, a Diákhitel Központ munkatársa fog egy rövid tájékoztatót tartani. A programfüzet szerint utána, utána lesz a nyereményjáték. Három darab nagyon szuper okos órát fogunk köztetek kisorsolni. Úgyhogy, ahogy a szlogen mondja, mert a karácsonyi ajándékot is mi adjuk. Bizony. Három darab szuper óra vár itt azonnal, addig nem megy ki senki a teremből, még addig sorsolunk ugyanis, amíg valaki itt nem lesz. És aki át tudja venni ezt az ajándékot.
Ezt követően egyetemista hallgatók kíséretében kezdődik a Univ Guide Tour, körbeviszünk az egyetemen, sportcsarnok, kollégiumok, hallgatói tér, étterem, ebédlő, mindenfelé. És a túra végén annál a szaknál teszünk le benneteket, amelyik szak iránt kifejezetten érdeklődtök. Tehát úgy fogom kialakítani a csoportokat, hogy azt fogom mondani, hogy a mellettem álló egyetemistát kövessék azok, akik az angol történelemről szakok iránt érdeklődnek, és akkor ők hagyják el a termet, így kialakítva a csoportokat a Univ Guide Tour-ra. Fontos, az igazolásokat az egyetemista hallgatóktól kell kérni a túra alatt. Oksa? Tehát igazolás, akinek kell, azt ott lehet kérni, akinek nem, az ahogy bejöttetek a fél emeleten a regisztrációs pultnál, ott is lehet igazolást kérni, illetve a kampusz irodában az üvegajtó túl, ott is lehet igazolást kérni. Tehát olyan nincs, hogyha valakinek kell igazolást, annak nem adunk, úgyhogy mindenkinek adunk. Azt hiszem minden hasznos információt elmondtam, programfizet szerint haladva tovább. Akkor az én előadásom címe az, hogy az ELTE szombathelyem. Amikor ezt az előadásomat kezdem számtalan középiskolában, akkor mindig el kell mondanom, hogy nincs kis ELTE, meg nincs nagy ELTE. Egy szak, egy egyetem, egy mintatanterv, egy diploma. Nincs az, hogy én a kertek alatt végeztem Szombathelyen a kis ELTE-n, nem kérem szépen. Ugyanazon az ELTE-n lehet végezni. Most már azt gondolom, hogy mivel 2017 óta ELTE-sek vagyunk, ez lassan átmegy a köztudatba, és azért megy át a köztudatba, mert a végzett hallgatóink kiposztolják az itt szerzett diplomájukat budapesti pecséttel. Annyira egy egyetem ez. Tehát nincs különbség, ezt az elején szoktuk tisztázni. Hogy mégis hova kerültök be, ugye 9 karral működik az ELTE, az ország legnagyobb, legpatinásabb egyetemének leszel hallgatója, 3 képzési helyszínen, illetve egész pontosan csak Budapest és Szombathely képzési helyszínen, Nyíregyháza Kutatóközpont, 17.539 kurzusból választhatsz. Na, aki ebből nem talál magának valót, az válogatós. 33.307 egyetemista hallgatótársnak leszel a társa. Tehát azt mondják, hogy ELTE-s vagyok, akkor kb. Sárvár, nem tudom, 33.000-en lesztek. Ez jó, jó azért úgy elmondani, hogy ennyi hallgatóval rendelkezel, hogy ilyen, ennyi hallgatótársad van. És szoktam mondani, hogy igen, hogy Magyarország legnépszerűbb egyeteméről beszélünk, minden negyedik jelentkező az ELTE-t választja. Így van. Reméljük, hogy az ELTE választáskor szombathelyi képzést fogtok majd megjelölni. 14 kollégium van az ELTE-nek, ebből a szombathelyi kollégiumokról is fogok beszélni, tehát a vidéki hallgatóknak mondom, hogy aki Szombathelyre jön és kollégista szeretne lenni, az is lesz. Főleg a szülőknek mondom megnyugtatásként, Budapesten elég nehéz albérletet szerezni. Illetve nem nehéz, csak rohadt drága. Szombathelyen van kollégium is, meg albérlet is, de kollégiumot is garantálunk. Amit el lehet mondani, hogy Szombathelyen 4 kar, egész pontosan 3 kar és egy központ várja a kedves jelentkezéseket. A Berzsin Dániel Pedagógus Képző Központ ELTE BDPK, ugye ezek a karkódok egyetlen egyszer fogtok találkozni az életetekben, amikor kitöltétek a felvi.hu-n a jelentkezést, utána nem. Ez ekkor fontos. Az ELTE BDPK-n található itt Szombathelyen a klasszikus tanárképzéseink, illetve a pedagógus képzéseink tömkelege. Az informatikai kar ELTE IK, ezen belül Szombathelyen informatikai képzések és a gépészmérnök, benne a duális gépészmérnök szakjaink indulnak. A pedagógiai és pszichológiai kar ELTE PPK, ezen belül a sporttudományi képzéseink, és a méltán népszerű pszichológia vagy közösségszervező szakjaink is indulnak. Igen, hála Istennek néhány éve már Szombathely is indítja a pszichológia szakot, jó nagy túljelentkezéssel. Társadalomtudományi kar, a TATK-n belül indulnak Szombathelyen a közgazdász képzéseink. Úgyhogy ezek ezért érdekesek. Hagy adjak, igen, bocsánat, egy piktogramba is, tehát bölcsész, gazdász, informatikus, sport, művészet közvetítő és műszaki képzési területeken vár benneteket az ELTE Szombathelyen. Rögtön az elején hagyjak egy jó tanácsot. Nyilvánvalóan a szombathelyi képzések is 4 vagy 5 oldalon keresztül sorjáznak a felvi.hu-n, hogy hogyan találom meg ezeket a képzéseket. 2 praktikus tanács. Az ELTE képzéseit Szombathelyen egyrészt az ELTE BDPK karkód alatt vannak az összes, másrészt pedig a maradék 3 kar Szombathelyen induló képzéseiben a szak nevében van benne, hogy Szombathely. Például
az ELTE Társadalomtudományi Karának turizmus vendéglátás zárójel Szombathely nevű szakja. Benne van a szak nevéből, hogy Szombathely. Ha a felvipót tudom, amit mindenki nagyon jól ismer, a felvipót.hu-n választátok a szakkereső menüt. A szakkereső menüben bejelölítek, hogy alapképzés, osztatlan képzés, felvővel. Kiválasztátok az intézménynél, hogy ELTE. Kiválasztátok a településtől, hogy Szombathely, és keres. Na akkor az összeset. BDPK-stúl, IK-stúl, TATK-stúl, PPK-stúl, az összes, kb. 10 oldalon keresztül fognak sorjázni a szakok. Hajrá! Miért pont Szombathely? Ha miért menjek én Szombathelyre, egyetemre? Ugye azt szoktam mondani, hogy az elején meg a végén van mindig a válasz. Miért mennék máshova, mikor ELTE diploma helyben? A mi beiskolázási körzetünk Varzala-Győr-Moson-Sopron megye zömében. Tehát gyakorlatilag 100 km-en belül lehet szerezni ELTE diplomát. Azt az ELTE diplomát, amire vágyunk. Ami, igen, mondják azt, hogy hát a munkaerőpiacon végül is mindegy, hogy hol végzel. Nem. Számít az, hogy honnan ELTE-s diploma, magának ELTE-s diploma, mutassa. Higgyétek el, jó mutat. Oké, több mint 50 szak indul Szombathelyen, persze, tehát sokféle szakból lehet. Ez Szombathely egyik erőssége. Tanítótól a gépészmérnökig. Minden van. Oké, új típusú könyvtárunk van, meg fogjátok látni. Kollégium ellátottságunk, szakkollégium, meg fogjátok látni. Több pénzed marad, olcsóbb az élet. Pestre bulizni kell járni. Szombathelyen meg diplomát szerezni. Röviden, summásan. Gyorsan végigfutok a szakkínálatokon, mert ezt majd a Univ Guide Tour végén az adott szakképviselők fogják nektek elmondani. Teljes szakpalettánk van, tehát a felsőoktatási szakképzésektől indulunk, a FOX-októl. Ugye a FOX-oknak az az óriási előnye, hogy nem kell emelt szintű érettségi. A FOX az úgynevezett, hogy parasztosan mondva, egyetemeken megszerezhető szakma. Sehol máshol. Ez egyetemen megszerezhető szakma. Felsőfokú végzettséget jelent, de nem diplomát. Ezen belül többnyire informatikus és közgazdász képzéseink vannak. Nagyon népszerűek. Azonnal elviszi őket a munkaerőpiac. És még egyszer, nem kell az emelt szintű érettségi. Alapképzések. Az alapképzések már diplomát adó képzések, természetesen. Rengeteg. Az anglisztikától van kínai nyelv is Szombathelyen, csak súgok. Anglisztika, képjárvázolás, szlavisztika, tanító, történet, gépészmérnök, programtervező. Ugye nagyon soknak a felsőoktatási szakképzésnek megvan ám a párja, tehát elvégezheted nálunk a FOX-ot, és mehetsz tovább diplomás képzésre úgy, hogy van közben egy szakmád, és nem mentél be emelt szintűvel. De persze, meg kell az emelt szintű. Sporttudományi képzéseink, pszichológia képzések, turizmus, pénzügyi, közgazdász képzéseink, stb. Mesterképzéseink. Ugye nyilvánvalóan az alapképzésre épülő mesterképzésekből emberi erőforrás képzéseink, közgazdász és gépész képzéseink, és a tanárképzés. A tanárképzés azért veszem külön, mert ez eleve osztatlan és mesterfokú diplomát ad. Nyilvánvalóan a legszélesebb tanárképzési palettával várunk minden kedves érdeklődőt. Köztük egy novum, amely most indul először, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem sok helyen, de Szombathelyen igen, persze a budapesti ELTE-n is, és nálunk is indul a Z-szak, a Z-generációnak, akik ti vagytok, a természettudomány környezettan szakos tanár, erről majd mindjárt egy mondatban még. Oké, akkor szakterületenként egy pillanatra fussunk át rajtuk, ugye a műszaki informatikai képzéseinkben ugye a gépészmérnök és a programtervező szakkínálatunk. A gépészmérnök képzés, illetve a duális gépészmérnök képzésül mindent a Szombathelyi Gépész, itt van a weblap cím is, a szombathelyigépész.hu oldalon lehet bővebben információkat találni. Nem utolsó sorban csábító lehet a vállalati juttatás, amely havonta 130 ezer forintot tesz ki jelenleg. A Tech Together méltán népszerű gépész versenyen ismét bronzérmesek lettünk, úgyhogy valóban egy nagyon nívós képzésről beszélünk. Szombathelyigépész.hu. Sporttudományi képzéseink, a másik, egyik másik sláger szakjaink, ugye gyógytestnevelőtől az edzőig, tehát van tanárképzésünk is, és van szakképzés, vagy inkább alapképzésünk is, ugye edzőképzésünk is. Itt a lényeg az a sporttudományi képzéseknél,
hogy a felvételi már alkalmassági vizsgából számolódik, nem az érettségiből. Ezt talán tudjátok. És ez már a testnevelő tanárnál is, és a gyógytestnevelőnél is. Úgyhogy ez majd akár a tanulmányi hivatal vezetőjének az előadása végén is, vagy akár a sporttudományi képzéseket bemutató Judit Kájtúr végén is nyugodtan rá lehet kérdezni. Ugye az ELTE PPK-n, tehát a pedagógus pszichológiai karon belül lehet megtalálni a sporttudományi képzéseinket és a pszichológiai és közösségszervező képzéseinket is. Nyilvánvalóan a pszichológus képzésünk az elég erős és méltán népszerű is. Nyilvánvalóan ezek a képzések nemzetközi rangsorok tekintetében is előkelő helyen állnak. A tanárképzés, illetve a pedagógus képzés. Azt lehet mondani, hogy talán, ha visszamegyünk a történelmi múltba, hogy 1959-ben alapult Szombathelyen a felsőoktatás, az pedagógus képzésen indult. Azt lehet mondani, hogy több mint 60 éves csináljuk. Több mint 40 ezer diplomát adtunk ki pedagógus képzés területen, ehhez valóban értünk. Tényleg ez valóban értünk. És azt lehet mondani, hogy abból az iskolából, honnan jöttél, biztos van egy olyan tanárkollega, akit végzett nálunk. Nyilvánvalóan a tanárképzéssel kapcsolatban jó, hát kinek ajánljuk, életpályamodell, és inkább én inkább a hivatást emelném ki, a hivatástudatot. Lehet mindenki bankigazgató vagy vállalatigazgató, de annak a gyerekét ki fogja megtanítani írni, olvasni? Mindig ez a kérdés. Az, hogy jelentős igény van pedagógusokra, ez nem mondás. Az, hogy azonnali munkalehetőség diploma megszerzés után, ez elég fontos. Az, hogy mesterfokozatú diploma, ez abból is jó, hogyha ne adj Isten, pálya elhagyó az ember, akkor mesterdiplomával rendelkezik. A Szombathelyen induló tanárképzéseket az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógus Képző Központ, ELTE BDPK alatt lehet keresni, és ott lehet megtalálni. Mondanom csak el, hogy a tanárképzés egy borzasztóan izgalmas képzés. Tehát az egyetemi évek alatt örök barátságok, örök szerelmek és stb. Kötődnek. A terepgyakorlatokon keresztül tényleg izgalmas. És van is hozzá oktatógárdánk is, meg kiváló infrastruktúránk is. A természettudomány környezettan tanár, ami először indul, és nektek kvázi Z-szaknak, vagy bocsánat, Z-generációnak indul, ez egy borzasztóan érdekes új képzés. Ugyanis a biológia, fizika, kémia szakokat gyúrja össze egyfajta tanár-influencerré. Nem csak azoknak ajánljuk, akik matek, fizika, bioszosok, hanem bárkinek. A bemeneti követelmény is bármilyen emelt szintű érettségével teljesíthető, hogy mondjam azt, a jövő természettudós képzőinek ajánljuk. Az a megfigyelésünk, hogy amikor nyíltapokon vagy kutatók éjszakáján tartunk nyíltapot, akkor 10 éves gyerekek szeme csillog, és mindenki bele akar nézni a mikroszkópokba. Majd 18 évesek lesztek, és nem csillog a szemetek. Hova tűnik el a csillogás? Az éjszak pedagógusainak az lesz az egyik célja, hogy ezt a csillogást végig megőrizze a gyerekeknek, és a természettudományos szakok iránt végig megmaradjon az érdeklődésetek. Ahogy mondtam, ennek az éjszaknak nagyon érdekes a képzési palettája is, hiszen a módszertanában a vizuális kommunikáció, kvázi a tanár, mint influencer fog megjelenni, borzasztóan érdekes. És ez Szombathelyen is indul. Művészet közvetítő képzéseinkből a vizuális képzéseinkben, tehát a rajz képzéseinkben most is lehet velük találkozni, és aztán mentek is valamit festeni, már mondjuk benne biztos. Borzasztó sok kiállításon, biennálén vesznek részt a kis rajzszakos hallgatóink. Az énekzene szakos képzéseinkre is szintén várnak benneteket. Lesz is itt lesz a tanárnő, aki szintén beszélget veletek. Ő mindig három szóba szokta összefoglalni, hogy miért jó énekzene szakkal foglalkozni, mert csak zene és zene van benne. A gazdaságtudományi képzéseink, ahogy ezt említettem, a közgazdász képzéseink a társadalomtudományi karon belül lehet megtalálni. Csak folyton nézem az órámat, mert kifutok az időmből. Azt mondják a közgazdász kollégák, hogy ha sok pénzt akarsz keresni, akkor foglalkozz azzal, hogy tanulj azt, ami a pénzzel foglalkozik, közgazdaságtant. Szombathelyen közgazdász képzések hasonlóan a gépészhez indulnak duális formában is, és pénzügyi, közgazdász és turizmus területen is indulnak képzéseink. A TATK, tehát az ELTE társadalomtudományi kar alatt lehet megtalálni, méghozzá úgy, hogy a képzés nevében benne van, hogy Szombathely.
Hasonlóan, mint a gépészmények, az itt is duális képzésben a turizmus vendéglátás szakok indulnak, és a Nyugat-Dunántúl legnagyobb gyógyfürdői szállodái a partnercégek. A duális képzések az a lényege, hogy egyetemista is vagy, és mellette egy partnercég dolgozója is vagy. És a diplomát után már azonnal a partnercégnél kezdesz. Nem mint zöldfülűja, most jött ki az egyetemről, még meg se száradt a papírján a pecsét, nem, mert már kollégájuk vagy egy jó ideje a duális képzés alatt. A felvételi sajátosságokkal kapcsolatban Németh Péter kollégám fog nem sokára beszélni, a diákhitellel kapcsolatban pedig Márkus Attila kollégám. Egy dolgot írtam fölre mindig, hogy ne add fel az álmaidat. Tehát ha nem is biztos, hogy költség, vagy nem is biztos, hogy államilag támogatott helyre kerülsz be, attól még az álmokat ne add fel, mert oké, most ez a nem volt diákhitel, de ez nem egy hitel. Ez nem egy hitel. Ez az álmaidhoz juttat hozzá. Higgyétek el, fontos. Az, hogy mennyibe kerül egy egyetem Budapesten és vidéken, ez meg szignifikánsan különbözik. Tehát, hogyha ugyanazt a diplomát szerzed meg vidéken, akkor ugye olcsóbb marad. Több pénzed marad. Mindig azt szoktam mondani, hogy legjobb befektetés, ha tanulsz, akik államilag támogatott képzésre jutnak be, ugye borzasztó sok ösztöndíjból részesedhetnek. Oké, hogy van, ez egyébként egyetemenként változó. Ez a nálunk lévő helyzet, tanulmányi művészeti sport, stb. Ösztöndíjak. A duális ösztöndíjakra is felhívnám a figyelmet, akik duális képzésben, illetve a Klebensberg képzési ösztöndíjak, akik pedagógus területen vannak, az csak nekik jár. És egyetlen egy dolog még, a szalária kiválóság ösztöndíj, ez mindenkinek jár, aki Szombathelyre jön. Nem kell más tenned, szerez 400 pontot, és az első évben 40 ezer forintot kapsz havonta, plusz még az összes ösztöndíj. Ha 450 pont felé jössz be, akkor 80 ezeret kapsz havonta az eltétől, plusz még az összes ösztöndíj. Szerez 400 pontot, gyere hozzánk, és ajándékban adunk egy pár 100 ezer forintot. Szombathely szolgáltatásai, nem akarok beszélni, mert ezt a Unif Guide Touron be fogjuk mutatni az éttermet, a könyvtárat, illetve a sportcsarnokunkat, a kollégiumunkba is elviszünk mindenkit, és meg lehet csodálni, hogy tényleg valóban két percre vannak a kollégiumok. Online elérhetőségeinken, akár az Instán, Facebookon, weblapon, e-mailen, meg hát a nyílt napjaink, amelyből a következő az a január 26-ai lesz, és még tervezünk február 9-én is egyet. Na, jól beszéltem az időt, úgyhogy gyorsan át is adom a szót Németh Péter kollégámnak a tanulmányi hivatal részéről, de még egyszer azt javaslom mindenkinek, hogy a Unif Guide Tour alatt tényleg egyetemista hallgatók vannak, kérdezzetek. Tényleg kérdezzetek, bátran. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Lehet hallani hátul így, ha így beszélek? Köszi. Tényleg, mivel kevés az idő, és ennek a mai napnak az a lényege, hogy bejárjátok az egyetemet, én csak a legfontosabb változásokról szeretnék néhány mondatot mondani ebben a pár percben. Ami a felvételi eljárást általában illeti, az alapvető dolgokban nincsen semmi különösebb változás, tehát ugyanúgy történik a pontszámítás, a dokumentumoknak a leadása már, amelyik dokumentumokra szükség van. Általában ugyanazok a szabályok vonatkoznak a felvételi eljárásra, mint a korábbi években mindig. Oda tettem ilyen kis piros felkiáltó jeleket, ahol várható bármiféle változás az előző évekhez képest. Rögtön felhívnám a figyelmet arra, hogy mindenkinek legyen ügyfélkapu regisztrációja, elsősorban azért, mert az idei évtől hitelesíteni a felvételi jelentkezést már kizárólag csak elektronikussal lehet, de egyébként az ügyfélkapunak a későbbiekben is hasznát tudjátok venni, akár adóbevallásnál, akár az állami ösztöndíjas féléveiteknek a nyilvántartásának az ellenőrzésére. A felvételi pontszámításnál bizonyára tudjátok, hogy alapvetően úgynevezett érettségi pontokról és tanulmányi pontokról beszélünk. Ezeknek a különböző variációjából jönnek ki végül a felvételi pontok. A tavalyi évtől került bevezetésre
szakmai vizsga alapján való pontszámítás is, ami kevésbé ismert, de az idei évtől azt gondolom, hogy már jobban a köztudatba kell kerülnie. Itt a dolognak annyi a lényege, hogy gyakorlatilag az érettségi tárgy egyikét, vagy egyáltalán az érettségi pontok egészét kiválthatja valamilyen fajta szakmai vizsgán szerzett eredmény. A háromféle pontszámítás, ami erre az esetre szól, ezt látjátok fönt, és nem is ezt a részét ragadnám meg, hanem azzal kell, hogy tisztában legyetek, hogy mik azok a szakképesítések, amik beszámíthatóak. Az első, és talán a legfontosabb, ez az úgynevezett újfajta középfokú szakképesítést nyújtó technikusi oklevél, amely gyakorlatilag emelt szintű érettségének is minősül, amennyiben legalább 4-es eredményt ér el a jelentkező. Tehát ez az egyik fajta. Ez jellemzően műszaki vagy közgazdasági területen szerezhető a legkönnyebben. A másik az OKS végzettség, míg a harmadik az a szakgimnáziumban szerzett szakmai képesítés. Utóbbi kettő, tehát az OKS végzettség, illetve a szakgimnáziumban szerzett sima szakképesítés, az középszintű érettségének minősül. Tehát, ha valakinek csak az utóbbi kettő fajta féle végzettsége van, akkor amellett mindenféleképpen kell, hogy legyen olyan érettségi tárgy, amiből emelt szinten érettségizik, hiszen azt tudjátok, hogy alapképzésre, osztatlan képzésre csak abban az esetben lehet bekerülni a felsőoktatásba, hogyha legalább egy emelt szintű érettségije van a jelentkezőnek. Ez alól kivételt csak az képez, hogyha valaki olyan képzésre jelentkezik, ahol a felvételi eredmény kizárólag gyakorlati vizsgán szerzett pontok alapján történik. Milyen például a művészeti képzéseken fordul elő, vagy az edző alapképzésen, vagy az idei évtől már a testnevelő, gyógytestnevelő szakpárnál is. A többletpontok tekintetében sincs különösebb változás. Egyetlen egy plusz dolog van, ez pedig az úgynevezett önkéntes sorkatonai szolgálatért adható többletpont. Ha valaki lemarad az idén a felvételiről, persze az elsősorban fiúknak ajánlott, de ha valaki lemaradna a felvételiről, mert nincs elegendő pontja, viszonylag könnyű többletpontszerzési lehetőség, de ennek is különböző szintjei vannak. Egyrészt, ha valaki simán fél évre beáll önkéntesnek, és kap egy alapkiképzést, az önmagában 16 többletpontot ér, de hogyha ez alatt a fél év alatt egy ilyen szakkiképzésen is részt vesz, az már 32 pont, és hogyha ezt a fél évet megfejeli egy további fél évvel, és ott még egy ilyen szakkiképesítésen részt vesz, akkor az további 32 pont, tehát akkor szerezhető összesen 64 többletpont. Mondom, ez azoknak ajánlott, akik esetleg lemaradnak az idején, és jövőre újra jelentkeznek, tudnak további többletpontokat szerezni. Ez a típusú többletpont, ez bármilyen képzési területen történő továbbtanulásnál felhasználható. A tanárképzésről én is szeretnék néhány gondolatot mondani. Elsősorban azért, mert a tanárképzés formája ismét megváltozik. Ez azt jelenti, hogy aki jövőre nyer felvételt valamilyen tanárszakunkra, vagy szakpárunkra, ő már 10 fél évig fog ide járni, tehát 5 évesre változik a képzés. Megszűnik az általános iskolai, középiskolai szakképzettség megszerzésének a lehetősége, hanem aki ezt a 10 fél évet elvégzi sikeresen, olyan tanári végzettséget szerez, amivel a későbbiekben 5-től egészen 12. osztályig taníthat, és aztán érettségiztethet is. Azt azért tegye fel a kezét, ki az, aki tanárszakok iránt érdeklődik? Ó, nagyon jó. Oké, köszönöm. Köszönöm. Annyiban lesz más ez a tanárképzés az eddigiektől, hogy
sokkal gyakorlatorientáltabb. Tehát nem csak a képzés végén lesz egy hosszú összefüggő gyakorlat, hanem már a képzés kezdetétől, gyakorlatilag az első fél évtől fogva a hallgatók mennek ki iskolákba, és különböző fajtaféle gyakorlatokon vesznek részt. Én is feltettem a diámra az úgynevezett Z-szakot, ami remélhetőleg fog segíteni abban, hogy a természettudományos tanárképzést valóban sikerüljön megújítani, és az általános iskolában, ahol ezek a hallgatók, akik ezen a szakon végeznek, majd taníthatnak, fognak tudni kedvet csinálni egy kicsit a természettudományos képzésekhez. Szintén tanárképzésre felhívnám a figyelmet arra, hogy az idei évtől, aki testnevelő tanárképzésre jelentkezik, neki tök mindegy, hogy testnevelésből tesz-e emelt szintű vizsgát, vagy nem tesz. Mindenféleképpen részt kell vennie egy gyakorlati felvételi vizsgán, és az ott megszerzett pontszáma az, ami be fog számítani a felvételi pontjaiba. Tehát nem a testnevelés tárgyból szerzett érettségi eredménye lesz az, ami beszámít, de ha majd mentek a különböző tanszékekre, és akik ez a képzés érdekel, a tanszéken erről bővebb információkat is fogtok tudni hallani. Egy dologra hívnám fel még a figyelmeteket, hogy ugyan van egy jogszabályi minimumponthatár, amit el kell érni mindenkinek ahhoz, hogy egyáltalán bekerülhessen a felsőoktatásba. Azonban vannak olyan képzések, ahol az állami ösztöndíjas ponthatár, hangsúlyozom, az állami ösztöndíjas ponthatár az mindig magasabb, mint ez a minimum. Ezek, ha a mi intézményünket nézzük, akkor a gazdaságtudományi képzéseket érinti mondjuk a pszichológia szakot, érinti a sporttudományi alapképzéseket, de érinti a tanárképzést is. Úgyhogy erről, mivel ezek a pontszámok, ezek évről évre frissülhetnek, ezekről a felvételi jelentkezés előtt, a felvételi tájékoztatóban feltétlenül tájékozódjatok. Én nagyjából ennyit gondoltam elmondani, és ezek volnának a legfontosabb változások. Remélhetőleg későbbi nyílt napokon majd lesz lehetőség még arra, hogy más dolgokat is jobban kibontsunk. Ezen a dián összeszedtem azokat a legfontosabb információforrásokat, amik kellhetnek nektek a továbbtanuláshoz. Ebből kettőre hívnám fel a figyelmet. Egyrészt a diplomántúl.hu oldal, ami kevésbé ismert talán a jelentkezők számára, szemben a felvivel. Itt meg tudjátok nézni, hogy az elmúlt másfél évtizedben a különböző képzéseken végzett hallgatók mennyi időn belül helyezkedtek el, milyen munkakörökben, milyen fizetéssel. Egy kicsit képet kaptok arról, hogy egy adott diploma az egyébként mennyit érhet a piacon. A másik, amit pedig szeretnék mondani, az pedig a felvételi@seg.elte.hu címünk, amelyre várunk mindenfajtaféle kérdést, ami a felvételivel kapcsolatos, és erre igyekszünk is válaszolni röviden. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna. Szép jó napot kívánok! Én is mindenkinek viccesen szoktuk használni azt a fordulatot, hogy ez is egyfajta ilyen jó zsaru, rossz zsaru formáció, most én vagyok a rossz zsaru. Én hozom azokat a híreket, amiket nem nagyon szeretünk, illetve amivel nem nagyon szeretünk foglalkozni. Gábor barátom, kollégám, ahogy bemutatott, Márkus Attila vagyok, a Diákhitel Központ munkatársa vagyok, és a nyílt napokon kifejezetten azért szoktunk megjelenni, illetve azért szeretünk megjelenni, hogy egy picit ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy bizony ennek a fránya továbbtanulásnak van egy anyagi vetülete is. Itt Gábor már egy pár diával rávilágított az én mondandómra is. Az egyik legfontosabb, amire én szeretném fölhívni a figyelmet ezekkel a grafikonokkal, hogy bizony akármennyire foglalkozunk, nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, higgyétek el, hogy a felsőoktatásban való továbbtanulás az nincs ingyen, egyébként soha nem is volt ingyen. Nagyon hosszú időn keresztül küzdöttünk azzal a fogalomzavarral, hogy ha állami ösztöndíjas vagy állami támogatott képzésben vagyok, akkor ingyenes a képzés. Ez abszolút nincs így, hiszen egy soron
olyan kiadásom van a képzéssel kapcsolatban, ami nem magához konkrétan, mondjuk úgy, hogy az önköltséghez, korábban nem a költségtérítéshez kapcsolódik. Mi a Diákhitel Központnál azt szeretnénk, hogyha azon túl, hogy kicsit foglalkoztok ezzel a továbbtanulásnak, ezzel a kevésbé kedvelt oldalával, szeretnénk, hogyha tudnátok, hogy egyébként egy eszközt is tudunk a rendelkezésetekre bocsátani. Jó néhány évvel ezelőtt kifejlesztettünk egy alkalmazást, amit pénzügyi tájolónak neveztünk el. Ennek a pénzügyi tájoló alkalmazásnak az a lényege, hogy összegyűjtöttük azokat az információkat egy csoportba, amire nektek szükségetek van ahhoz, hogy kapjatok egy előzetes képet arról, hogy pontosan mennyibe is fog kerülni, milyen költségeim lesznek, és ami mellette nagyon fontos, hogy milyen forrás lehetőségekre számíthatok. Tehát ez a kalkulátor tulajdonképpen abban segít nekem, hogy egyrészt elvégzi a néhány alapmatematikai műveletet, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy egy helyre gyűjtöttük azokat az információkat, amiket viszonylag körülményes lenne bárkinek összegyűjteni. A tájolót nagyon fényezni nem szeretném, egy fontos dolgot viszont hadd világítsak meg. A 2020-as évben, ami azért emiatt a koronavírusos pandémia miatt közel sem tekinthető normális évnek, sajnos most már az év vége felé közeledve talán ezt az évet is be lehet tudni egy ilyennek. Több mint 10 000 kalkuláció készült ebben a pénzügyi tájolóban. Fontos, hogy semmiféle személyes adatot mi nem kérünk. Nem kell megadni, hírlevélre feliratkozni. Ez egy egyszerű szolgáltatás, amiben szeretnénk benneteket informálni a továbbtanulás várható anyagi következményeiről. A miből finanszírozható kérdésre is utalt már Gábor, nyilván nem ördöngősség, az egyik legfontosabb eleme vélhetően ennek a család által, a szülők által rendelkezésre bocsátott támogatás. Ezek között megtalálhatók az ösztöndíjak, ami ugye egy üde színfoltja a felsőoktatásnak, hiszen a középfokú tanulmányok után itt azért jócskán válogathatunk a különböző ösztöndíj támogatási lehetőségek közül. A munka itt például a duális képzés vonatkozásában elhangzott, de ennek természetesen 1000 más módja is van. Mi körülbelül 8 éve egy rendhagyó osztályfőnöki órával keressük föl a különböző középiskolákat. Az onnan szerzett tapasztalat alapján tudjuk, hogy a 12-esek már nagyjából 3/4 részükben egyébként valamiféle munkavállalással próbálnak enyhíteni a család terhein, és legalább ilyen arányban tervezik a felsőoktatás tanulmányok alatti munkavállalást is. Ezzel kapcsolatban csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, ez egy jelentős változás lesz. Ez nem úgy fog működni a felsőoktatásban tanulni, mint ahogy a középiskolában. Jóval nagyobb szabadság fog a nyakatokba szakadni, amivel viszont egy jóval nagyobb felelősség is együtt fog járni. Én mindenképpen a munkavállalás kapcsán azt javasolnám, hogy érdemes megtalálni ennek a helyét, miután már egyébként a megfelelő rutinok kialakultak. A munkával kapcsolatban még talán annyit, hogy természetesen ezt mindig el szoktam mondani, hogy a Diákhitel Központ egyébként abszolút nem tekinti jelen pillanatban, és soha nem is tekintette a munkát konkurenciának. A megfelelő hely megtalálása fontos, és emellett egy ilyen szakmai érv is, hogy mindenképpen praktikus egyébként egy olyan munkát keresni, ami valamilyen módon kapcsolódik a képzési területhez, mert hogy akkor, amiután a tanulmányokat elvégezted, már valamiféle szakmai tapasztalattal is rendelkezel. Amit most 2021 decemberében érdemes tudnotok a Diákhitelről, néhány pontban összeszedve. A legfontosabb, hogy Gábor is utalt rá, a Diákhitel ugyanez a neve, azért, mert hogy vissza kell fizetni. Egyébként ezen vonatkozását tekintve tekinthető valójában csak hitelnek, minden más tekintetben megkülönböztethető a banki termékektől. Ami nagyon fontos, hogy a mi esetünkben azok a banki folyamatok nem zajlanak, tehát nem kérünk kezest, fedezetet, mindaddig, ameddig a hallgatói jogviszony fennáll, nem kell törleszteni. Amikor a hallgatói jogviszony véget ért, maga a törlesztés is egyedi módon történik, hiszen jövedelemarányos törlesztésről beszélünk. Bármikor bármiféle negatív pénzügyi következmény, tehát többletköltség nélkül előtörleszthető a Diákhitel. Tehát igazából valóban egy jó megfogalmazás volt Gábor azon mondata, hogy az álmaidat ne add fel azért, mert esetleg egy picit szűkebb a nadrágszíj. Van egy olyan lehetőség, ami egyébként 2001 óta, tehát az idén 20 éve érhető el. Több mint 460 000 ember igényelte a Diákhitelt, illetve vette igénybe az elmúlt években. Tehát ez
mindenképpen egy olyan bizalomépítő szám kell, hogy legyen, amiben, ami által hiszitek, elhiszitek, hogy ettől a terméktől nem kell valóban félni. És az utolsó pontra külön kitérnék, mert hogy 2018-ban a diákhitel bekerült a családtámogatási rendszerbe, annak részeként működik, ami többek között azt jelenti, hogy a második gyermek születésekor a diákhitellel rendelkező anyák diákhitel tartozásának a felét elengedjük, a harmadik gyermek születésekor pedig a teljes tartozást el fogjuk engedni. A két termék, ami jelen pillanatban elérhető a felsőoktatásban, a diákhitel 1, diákhitel 2, ebből az 1-es az egy ilyen szabad felhasználású konstrukció, tehát ez gyakorlatilag arra költöd, amire szeretnéd. Itt igazodva a kor elvárásaihoz 150 ezer forintra emeltük fel a havi igényelhető összeget. Az egyéni igényeknek megfelelően 15 ezer és 150 ezer forint körüli sávban változhat az az összeg, amire igényt tartasz. A diákhitel 2 ezzel szemben egy kötött konstrukció, ez annyiban kötött, hogy akinek nem jön össze esetleg az állami ösztöndíjas, akár azért, amit a Péter itt elmondott az imént, hogy vannak bizony képzések, ahol központilag magasabb ponthatárok vannak megszabva, akkor az ő esetében nem kell lemondani a tanulásról, mert van egy olyan konstrukció, ami kifejezetten ezt segíti, és a kötöttsége, ami ugye abban nyilvánul meg, hogy eleve nem is találkozol a pénzösszeggel, hanem közvetlenül a felsőoktatási intézmény számlájára fogjuk utalni. De ennek a kötöttségnek az ellentételezéseként ennek a kamata, ennek a konstrukciónak ez 0%, tehát a tanulmányok végén pontosan ugyanakkor összeget fogsz visszafizetni, mint amekkorát igénybe vettél. És miután mégiscsak egy hitelről beszélünk, amit vissza kell fizetni, én egy rövid gondolat erejéig fölvetném azt, hogy miért nem kell tartani a törlesztéstől. De sajnos időközönként föl-föl libbennek olyan hírek, amik arról szólnak, hogy már pedig a diákhitel eladósítja a fiatalokat. Ez olyannyira nem így van, hogy a mögöttem lévő ábrából kiolvasható, hogy az előírt kötelező törlesztő részlet és az egyébként az ügyfeleink által vállalt törlesztés, az hogy viszonyul egymáshoz. Ugye az előbb említettem, hogy előtörlesztésre bármikor lehetőség van, és ebben azért egyébként nagy agysebészet nincsen, hiszen hogyha én végzek a tanulmányaimmal, nem köteleződtem még el, nincs még családom, nincs még gyermekem, nincs még lakáshitelem, de itt van ez a diákhitel, akkor értelemszerűen minél hamarabb szeretnénk megszabadulni. Én is így voltam vele, én az egyetemi kiegészítő tanulmányaimat finanszíroztam a diákhitelből, és én is kaptam az alkalmon, hogy az előtörlesztés díjmentes. Ebbe a táborba tartoztam én is. Itt látható, hogy a diákhitel egy esetében közel másfélszeres törlesztéssel élnek az ügyfeleink, a diákhitel kettőnél pedig majdnem a kétszeresét törlesztik annak, amit mi elvárunk. A végén a felsorolásban én csak arra szeretnék kitérni, hogy most még megvan az a lehetőségetek, hogy megnézzétek a képzéseket, az intézményeket, a nyílt napokat, ezt a személyes jelenlétet szerintem nem nagyon tudja pótolni semmi. Van ennek egy adminisztratív rész, amiről Péter beszélt, de nagyon fontos, hogy figyeljetek oda arra is, hogy egyébként ennek a továbbtanulásnak van egy anyagi következménye, amivel mindenképpen kell számolni, és ezeket a segélyeket meg tudjuk adni. A prezentációm természetesen elérhető lesz majd a nyílt naptól függetlenül is, értelemszerűen a diákhitel.hu oldalon megtalálható bármi, és ami még könnyebbé teszi a tájékozódást, hogy az előbb meghivatkozott pénzügyi tájoló alkalmazásunk a felvi.hu-n is elérhető, ahol pedig biztosan fogtok majd megfordulni egy pár alkalommal. Sok sikert kívánok mindenkinek a továbbtanuláshoz, az érettségéhez, köszönöm szépen a figyelmeteket! És akkor most, hogy véget értek az előadások és a mocorgásból, és látom, itt az ideje a túrának, de előtte szeretnék adni karácsonyi ajándékot. Úgyhogy az órákat már ide készítettük, és akkor kérem Lánkai Nóra, rektori biztos, hogy sorsoljuk. A sorsolás az úgy megy, hogy egy random generátor szerint kisorsoljuk azt a sorszámot, amelyikkel ti beregisztráltatok, mert 1-től 200-ig regisztráltatok. Én meg mondom, hogy ki az boldog nyertes. A nyertes kérem, hogy jöjjön ki, mert ha nincs itt, mert mondjuk beteg és nem jött el, akkor sorsolunk egy újat. Tehát tényleg az a lényeg, hogy nem az, hogy kapsz egy levelet, hogy majd vedd, de hát nem. Ide jössz, kapsz egy órát. Komoly. Meg is nézheted, hogy benne van a dobozban. Ja, és nézd is meg. Mert itt van rajta. Akkor én generálok egy számot. Igen. A szám pedig a 70-es. Regisztráltak sorrendjében.
hogy a horvát Boldizsár közgazdaságiból regisztrált be november 21-én, és még azt is tudjuk róla, hogy 2003-as születésű, nem oda Petra. Petra, itt van, oké. Látjátok, nem vicceltük, tuti, óra van benne. Ja, és most diplomát is kap egyből, csak szó. Amit a TO vezető aláír, az alá van írva. Következő számot generálom, ami a 107-es. Százhetesről azt tudjuk, hogy a Batthyány gimnáziumból érkezett, 2004-es születésű, és Kálovics Eszter. Van ő is. Boldog eltés hallgató, ja, lendő eltés hallgató. Oké, okay. Az utolsó, ami nem utolsó. Az pedig a 79-es. Sorszámú regisztrálók. A 79-es azt mondjuk, hogy Keszthelyi közgazdaságiba jár. 2001-es születésű? Húha, igen. És Szarka Felicián. Itt van, oké. Egy fiú is lehet róla. Már csak egy aláírás kérünk, és kapsz egy diplomát is, ne? Gyertek be! Gyertek be! Mind! Most, hogy a jogos tulajdonosok átvették a gyönyörű órákat, amely mindig így az ELTE fele mutatja az időt, akkor most kialakítjuk a csoportokat, és indulunk a Unif Guide túra, és a túra végén pedig a szakos tanszéki programokra. Ez úgy fog kialakulni, hogy kérem szépen figyeljetek, felsorolom a szakok nevét, és csak azok hagyják el a teret, akik...